A te sarei una cosa buona. Társadalomban a mai látogatásnak az volt a cél, hogy megnézzük, hogy hogyan van felhasználva, hogyan lesz realizálva az a tőkeinjekció, mert az önkormányzat költségvetéséről biztosítunk a Szatmai Rámszakövezetnek a feltőkésítéséhez. Azt kell tudni a közvéleménynek, hogy a Szatmai költségvetésről az idén 48 millió dinárral tőkésítettük a Szatmai Rámszakövezet részvénytársaságot. Ebből a szempontból biztosítjuk egyrészt azt, hogy az önkormányzat az már 72%-ban tulajdonosa, tehát több mint két harmadban tulajdonosa az Szatmai Rámszakövezetnek, ezáltal stabilizáltuk a tulajdonjogi viszonyokat, és stabilizáltuk magának a Rámszakövezetnek a működését. Másosra pedig biztosítjuk azt a pénzösszeget, amely szükséges volt ahhoz, hogy a Rámszakövezet, illetve az önkormányzat azt az ígéretet teljesítse, mert adtunk az amerikai emeletek cégnek, hogy az idén folyamán 900 négyzetméterre fogjuk bővíteni a csarnokot, amelyben működik ez az amerikai cég, és talán az amerikai cég ebből kifolyólag a munkálatok folyamatban vannak, december 30-ig meg, hogy fejeződjenek, és ezáltal az amerikai cég újabb három, azt mondom, hogy tehát sort fog beállítani, vagy azt mondom, termelői sort fog beállítani ebben a részben. Ez azt jelenti, hogy 60 munkás fog kapni munkahelyet valószínűleg január hónapra, tehát február hónapra a következő évben, és azt gondolom, hogy szép példája annak, hogy hogyan tudtuk eredményesen és hatékonyan felhasználni a költségvetési pénzeket. Másosorban beszéltünk azokról a témákról is, amelyek fontosak, amelyre az a város közvélemény és az önkormányzat közvélemény, amelyet területén élő embereknek közvélemény tudni kell. Ez arról szól, hogy itt jelenleg több mint 4000 ember dolgozik ezekben a cégben, amelyek itt építették ki az üzemeiket, és az is várható, hogy ezzel a következő évben, pár januártól, illetve a következő évben újabb két gyárnak az építése fog elindulni a technológiai parkok területén, ami azt jelenti, hogy újabb 1000-1200 emberrel fog bővülni a munkaerőnek a száma. Valószínűleg a most dolgozó cégek bővíteni fogják a munkásoknak a számát, úgyhogy valószínűleg tartsuk, hogy a következő év végig már 5000 fölött fog itt az embereknek a száma lenni, akik itt dolgoznak. Ez egy óriási gazdasági potenciálja a városnak. Azt gondolom, országos szinten is példaértékű. Másosorban ez egy komoly bevételket biztosít a város önkormányzatának a költségvetésébe. Úgy szintén azt gondolom, az is fontos, hogy megbeszéljük azokat a beruházásokat, amelyeket a 2016-os évben kellene hát azt mondom, megvalósítani, ahhoz, hogy ez a beruházási hullám ez továbbra is ilyen szintén maradjon a technológiai parkunk a területén. Azt jelenti, hogy bővíteni fogjuk az energiahálózat ellátását, a technológiai parkok irányába bővíteni fogjuk a víznek, a vízmennyi mennyiség ellátása a technológiai parkok területére vonatkozóan, és először egy olyan beruházást fog megvalósítani, amely úgy szintén az online példaértékű önkormányzat és tartományi pénzeknek köszönhetően egy csarnokot fogunk építeni, amelyet a technológiai parkok bérbe fognak majd kiadni a potenciális beruházóknak, és azon az által biztosítani a lehetőséget, hogy letelepedjenek olyan beruházók is, amelyek nem ruháznak be zöldmezős beruházásokba, hanem bérelik a csarnokat, és ezáltal teremtenek munkahelyet, ami szintén jövedelmet fog generálni a technológiai parkoknak a működésére.